Hát, tiszteletem, hölgyeim és uraim, ez itt a Boss Fight, és abból is a harmadik évad. Az előző évad során számos címmel foglalkoztunk. Most egy központi témát fogok felhozni, ami nem más, mint a játékmechanika lesz. Egy avatatlan szem számára minden Danmaku és Shotamap ugyanúgy néz ki. Nem nézzünk a motorház alá. A mostani évadban a számos érdekesség mellett azt fogom bemutatni, hogy is ötvözik a japánok a tradicionális 2D-s elemeket a 3D-s környezettel, és fordítva. Mára azért sok dolog változott a játékiparban, és a 3D-s jelenlét eléggé erőteljes lett. A japán játékipar is inkább a 3D használata mellett tette le a voksát. Így elkezdte leváltani a rajzolt sprite-okat az egyszerű 3D-s elemek, mivel ezeket könnyebb elkészíteni és újra felhasználni. Persze vannak hibrid megoldások. Olykor-olykor a hátteret és a lövedékeket még a tradicionális kézirajzzal alkotják meg, de a többit a sok dimenzióban mozgó hajók és ellenségek miatt inkább 3D-be. Igazából ez egy jó dolog, hiszen több szabadságot kapnak az alkotók arra, hogy elkészítsék a saját kis szemére szabott totális káoszukat. A piacon található teljesen 3D-s Danmaku, és kivételesen nem is olyan rossz, én szeretek vele játszani, de természetesen fogok ellenpéldát mutatni erre is, bár inkább most játék mechanikailag fogom elemezni a dolgokat. Pár játék, amit be fogok mutatni, nem RPC rendszerre készült, hanem emulálva lett, pár játék pedig japán, úgyhogy egy kicsit tele leszünk kanjikkal, de tökéletesen működik a PC-s változaton is. A másik nagyon fontos dolog, amit nagyon szerettem volna bemutatni, az a magyar jelenlét. A Cinemorát szerintem már mindenki ismeri, azt nem fogom bemutatni, de van egy másik magyar jelenlét is a bemutatott anyagban, mégpedig nem más, mint a Solar. Bár ez egy kicsit szerintem nem annyira jól sikerült darab, de attól függetlenül bemutatom, mert hazánk fia, ügyes fiú. Persze a Unity-be dolgozott, és nagyon szépen megoldotta a kamera mozgást szerintem. Ez nagyon jó. Effektek kurva jól néznek ki, hajók kurva jól néznek ki. Bár a játék mechanika azért egy kicsit gyengére sikerült. Szerintem ez a teleportálós rész nagyon jó ötlet volt, de nem használt ki minden lehetőséget. Használta a Shotamap alap pilléreket, szuper jó, de annál többet nem tudott nyújtani sajnos. Ezen kívül jöhetnek a japán kis tökök. Imádom a japán cuccokat, főleg az ilyen egyedi játékmenettel rendelkezőket. Lesz egy pár darab, amit kipróbáltam, és hihetetlen jóra sikerültek. Hát, gyerekek, azért van egy-kettő olyan játékmechanika, ami konkrétan kivert a biztosítékot, hogy bazd meg, mekkora ötlet! Igen, lesz ilyen is. Úgyhogy nagyon érdekes dolgok is lesznek, és lesznek olyanok is, amik eretentő példák sajnos. És lesznek szóismétléseim is, mint a lesznek. De ezen ne is törődjetek, mert olyan dolgokat is találtam, ami nagyon érdekes lesz számotokra. A fiatalabb korosztály számára cutemapokat fog bemutatni. Cutemapoknak a lényege, hogy nem ilyen futurisztikus, hanem ilyen kisgyerekes, aranyos karakterek vannak benne. Momentán az artworkje kicsit hentai jellegű, de nem szabad megijedni, mert a játékban nem ilyen. A játék menetes, a játék mechanika teljesen egyszerű. Kimondottan fiatalok számára készült, semmi extra nehezítés nincsen benne, azért nem azt mondom, hogy halálosan könnyű, de azért van benne kihívás. Mondhatjuk azt, hogy ez egy olyan játék, ami egy Danmaku platformer. Érdekes. Igazából az érdekes, hogy mindenféle stílust ötvöznek a Danmakuban. És természetesen a retro is képviselteti magát, a pixel art. Én nem annyira kedvelem az ilyen endless run-os játékokkal, amikor végtelenig megy a játék, csak megy, és újra, és egyre nehezebb és nehezebb, de hiszen ennek is megvan a közönsége, úgyhogy bemutatom. Én személy szerint imádom az ilyen retro játékokat, momentan ez a játékkal is játszottam egy pár órát, azért a játék eléggé csalóka. A játékmenet a legelején eléggé lightos, de ahogy egyre haladunk hátrább, egyre brutálisabb és brutálisabb. A másik érdekesség, hogy több hajó választható ebben a játékban, mint az összes eddig játékban bemutatott Danmakuban. Úgyhogy ez elég érdekes, de nagyon jó is. Egyben azért, mert minden hajónak saját képessége van, gyorsasága, lövési ereje és specialitása. Eléggé érdekesen tűnik, tényleg olyan, mint Mortal Kombat lenne, minden karakternek megvan a saját speciális mozdulata. És lesznek olyan játékok, amik hozzánk valamilyen oknál fogva nem jutott el, pedig nagyon jónak tűnik.
Ilyen japán importokat is beszereztem, hála jó Istennek. Persze kanji alapján kellett rájönnöm, mi micsoda, úgyhogy ezt le kellett fordítanom. Hát nem volt egyszerű, be kell látnom, bár volt valami kis sejtésem, hogy pontosan mit is jelent, úgyhogy azért nyomkodtam rajtuk, amit tudtam. Úgyhogy a következő részekben játékmechanika alapján fogom bemutatni a játékokat. Ez eléggé rosszul hangzik. Nem baj, legalább kipróbálom ezt is. Remélhetőleg tetszeni fog ez a új sorozat is, ahogy készen vagyok publikálni kezdem. Köszönöm az eddigi figyelmet, sziasztok! Ha tetszett a videó, iratkozzál fel a csatornámra!